Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő házfelújításos videónkhoz. Végre beért ebbe a gyönyörű hóesésbe, amit már egy éve ezelőtt elkezdtem hajtogatni. Központi fűtés. Képzeljétek el, hogy már jövő héten úgy néz ki, hogy át fogják adni, már fenn vannak a radiátorok, be van csövezve, úgyhogy nem tudom, hogy még milyen folyamatok kellenek rá, de ugye itt van a villanyóránk, és ide fog jönni a gázóra, így néz ki, ilyen csövek mennek végig a házon, és ugye a Niki kérdezte, hogy az ilyen messze lesz, hát nem, mert ide ugye számoltunk egy 10 centis szigetelést, és ugye teljesen más színű is lesz. Nem tudom, szerintem amúgy jó néz ki. Jó színe. Ez Niki rose gold! Rose gold! Igen, csak szerintem a sárga fal miatt nem. A sárga fal miatt igen, a Nikinek nem tetszik, de hát ez nem sárga lesz. És rose gold, Niki, intéztem. Intéztem nagyon neked rose goldot, még ha nem is tudatosan. Úgyhogy megmutatjuk nektek, itt, hogyha látjátok, itt fog teljesen ugye végig jönni a falon. Zoli nagyon jól megcsinálta. Gyertek, mutatom a gáz útját! Nagyon szuper. Én nem is tudtam amúgy, hogy ilyen csöveken megy. Tényleg semmit nem tudtam erről, hogy ilyen vékony csöveken jön majd be a gáz. Itt is látható. Nagyon jó. Nagyon jó ott fönt. És én kis naív azt hittem, hogy ez a cső itt fog bemenni, és itt az előtérbe ugye látszódni fog, de nem, hanem itt hátul megy el a cső, és megmutatom, hogy ott hogy néz ki. Itt fönt jön el a cső, itt megy be ugye a mosókonyha helységbe, ahol lesz ugye a gázkazán, az még nincs felszerelve, de nagyon jól meg lett csinálva. Most nézzük meg, hogy hol helyezkednek el a radiátorok, és megkapta itt az előtér a kis aranyos radiátort is, és megmutatom, hogy mit akarok oda. Ugye itt vagyunk az előtérben, lesz ott is ajtó, ezt már megbeszéltük, ahol a Niki áll, és ide is gondoltunk egy kis radiátort, ami természetesen fel lett szerelve, és Niki ugye, amit akarok, hát ide nem jó a fogas. Nem, idáig lelóg a kabát, nem lóg rá, nem gyulladt fő. Vagy ez butaság? Nem tudom, majd meglátjuk. Ja, nézzük, megint írják le. Hát itt van fönt a fogas, mert ugye itt az előtér, normális esetben itt kéne levenni a kabátokat, meg a cipőket. Meg a cipők is itt elférnek, nem? Itt a radiátor előtt. Nincs helyünk, vagy itt a sarokban, nem tudom. Viszont a kabátok, na várjál, ezt most lemérem. Figyelj, ide fölrakom a fogas, fölakasztom ide a kabátomat, hát ez, hát mekkora hely van itt? Oké, de most például ami rajtam van kabát, az már lelúgna. Jó, de nem gyulladt fő, egy kicsit meleg lesz a kabát, vagy az bármilyen problémát okoz? Jó, szerintem majd ezt majd később kitaláljuk. Jó, de nézzük, hogy is segítenek. Hogy esetleg valakiné van-e így megoldva, hogy a radiátor fölött. Na nézzük meg, hogy a többi radiátor hol van. Ugye elmondtuk már a helyiket, de így feltéve kicsit máshogy néz ki, illetve a kanapéval lesz egy kis probléma még. Ugye a radiátorokat azt általában az ablak alá szokták tenni. Ide került egy, ugye, ahogy belépünk majd a nappali helységbe, és akkor Niki, ide jöhet ilyen szekrény, vagy a cipőszekrény. Az a baj, hogy itt egy ajtón át kell jönni, hogy a cipőt ide rakjuk be. Azért lenne jó az előtérbe a cipős cucc. Csak oda meg nem fél. Vagy ide egy óriás tükröt. Na! Vagy ilyen előszobabútort. Előszobabútor. Szerintem az tökéletes. Úgyhogy kapott a nappali itt egy radiátort. Majd az árakról is később beszélni fogok, hogy mennyibe fog megállni ez az egész központi fűtés. És akkor itt a nappali. Itt kapott egy radiátort. Illetve itt kapott egy radiátort, és a Nikivel ezt nem tudjuk eldönteni, hogy ugye itt lesz a sarokkanapé, ugye? Igen. És akkor mi a problémád? Nem tudom, mi a problémád. Hát, hogy nem tudom, mekkora kanapét kell választani. Igen. Mert ugye akkor itt tök kicsi lesz a hely szerintem. Hát igen. Illetve a másik is az, hogy ugye neki lesz támasztva, hogy mennyi helyet kell kihagyni a radiátor meg a kanapé között. Mondjuk a hő felfele száll, úgyhogy szerintem nem probléma, mert ugye ezt nem takarja el a kanapé, mert gondolom nem fog ellogni idáig, viszont azt teljesen el fogja takarni, ugye, hogyha ilyen elalakú kanapét szeretnénk vásárolni. Remélem ez nem probléma, illetve a kedves nézők írtátok, hogy ugye itt lesz a tévé, és viszont körbe van ugye ablak, hogy mindig le kell húzni majd a redőnyt, mert ugye az ablak... Hát de nem... kell feltétlenül redőnyt használni. Na. Vannak sötétítő függönyök. Ezt akartam mondani, hogy árnyékoló lesz a megoldás. Erre nem is gondoltuk, hogy körbe van rakva ablak a nappali, aztán
betesszük szembe a tévét. Hogy ilyen apróságokra nem figyel az ember, de hát lesz árnyékoló. Ugye ide redőny nem kell, nem látnak be az utcáról, de ugye lesznek árnyékolók. Viszont ez a nappali tényleg, hogy ez mikor lesz kész, ez a legkatasztrofálisabb. Ugye ez egy téli kert volt, és ez lesz átalakítva. Nézzük meg a többi radiátort. Teljesen boldog vagyok, hogy a központi fűtésről beszélünk. Hú, de ki nem mond még egyszer, mert a központi fűtésről most már engem is idegesít. Igen, és itt is az ablak alá, ugye a nagy szobákban egyetlen egy radiátor lesz, ahogy látjátok, ez a legnagyobb, de szeretném kihangsúlyozni, ugye, hogy fel vannak téve ezek a radiátorok, de glettelésnél, festésnél ugye ezek le lesznek véve, úgyhogy ezeket csak most felrakták, ugye. Na nézzük, hogy a nem tudom milyen szobába, hol van elhelyezve. Itt amúgy mindenfele fog jönni a meleg, és ugye lehet szerintem szabályozni, ugye lehet butaság mondok, de például, hogyha... Hát tényleg butaság. Hogy ott, ha elzárom kint, akkor nem fűt, érted? Hogy el lehet ezt külön egyesébe zárni mindegyiket, meg hogy mennyit engedsz, mennyi hőt. Na mindegy, ez csak részlet kérdése. Ebben a szobában is egyetlen egyet kapott, itt van elhelyezve, és az utcai szobában, nem tudom mennyire látszódik, itt is ugye az ablak alatt kapta meg a radiátort. Úgyhogy szerintem itt nem fogunk fázni, kívülre nem akarunk szigetelést, de majd az első fűtési szezonban ki fog derülni, hogy mennyiből tudjuk kifűteni ezt a házat. Viszont az udvar részről biztos, hogy kell, ott elég vékonyak a falak, de kívülről ugye vastagok. Úgyhogy itt is megvan a radiátor, de sötét lett. És ahol nem kell levenni már ugye a radiátorokat, mert itt a konyhában kész van, itt is kapott egy radiátort, szerintem nagyon jó az elhelyezése, nagyon jó kiterveltük ezt az egész konyhát, és ugye itt már át lehet menni a nappaliba, itt nem is lesz ajtó, úgyhogy nagyon jó az elrendezése az egész fűtési rendszernek, szerintem jól eltaláltuk, hogy hol legyenek a radiátorok, és ugye itt nincs ajtó a nappaliba vezető úton, onnan is jön be a meleg, innen is szerintem nagyon szuper lesz. Illetve ugye itt még nem lesz felrakva, de itt is kap egy radiátort ugye. Ebben a nagy helységben, úgymond két helységben, kettő radiátor lesz, de onnan is fog a nappaliból bejönni szerintem a meleg. De mi lesz a fürdőszobában? Törölköző szárító? Na de milyen? Nézzük meg! Központi fűtés, központi fűtés. Törölköző szárító még nincs felrakva, de itt lesz a helye. És akkor így néz ki. Ezen az oldalon lesz, ugye szembe lesz majd a tükör, meg minden, de ez a törölköző szárító így néz ki. Tetszik, Niki? Fehéret akartuk, mert van több színben is, vagy szürke is van, vagy nem tudom, hogy milyen színűek vannak, de szerintem a fehér sokkal jobban fog ide illeni. Ez fog itt fűteni, de ugye a fürdőszobában van padlófűtésünk is. És ahol bent lesz a gázkazán, ezt akarom nektek megmutatni. Na nem férsz be. Nem. Itt lesz ugye a gázkazán, itt is be van csövezve, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a folyamat is lassan befejeződik. Jövő héten akarják átadni. Zolinak nagyon hálásak vagyunk, mert mondtam, hogy egy kicsit később tudom kifizetni neki. Ő azt mondta, semmi probléma, ezt megelőlegezi nekünk, úgyhogy nagyon jó szakember, köszönjük szépen a korrektségét. És még körülbelül 1 millió forint lesz, szóval összességében azt mondom, hogy 2,7-3 millió forint egy ekkora háznak a központi fűtés kiépítése, viszont ugye anyagból kaptunk 150 ezer forint kedvezményt. De durván ennyivel kell számolni. Mosókonyhában még elfelejtettem mondani, hogy lesz a gázkazán, ugye az árba benne van, megcsinálják ugye a kéményt is. Úgyhogy ebbe a 2,7-3 millió forintban benne van a kémény is, úgyhogy ezt kihagytam, bocsánat. Meg amúgy, itt hogyha nyitva lesz az ajtó, a szobákból is jön a meleg. Szerintem nem lesz probléma a fűtéssel, bízom benne, hogy meleg lesz, és képzeljétek el, mit vettem, Niki ki volt borúva. De azért mentem be a boltba, mert fáztam, és megláttam a hőmérőt. Ja, de én meg azt hittem, hogy oda révre vetted, nem értettem, nem. Hogy... Ide vettem a hőmérőt, hogy... Teszteljük majd a fűtést, hogy tényleg amennyire félkapcsoljuk, annyi fokot csinál-e. Niki feltette egy jogos kérdést, igen. És lehet, hogy most nagyon nagy butaságot fogok mondani, hogy hova teszik azt, ahol fel kell tekerni a fűtést. Gondolom, nem a mosókonyhába. Termosztát? Ezt annak hívják, lehet, hogy most olyan butaság. Ide, nem? A nappaliba legyen. És akkor csak, ez ilyen wifi-s, nem?
Igen, és az ugye jelzi, hogy hány fok van. Igen, és akkor itt tekered fő, nem kell bemenni oda a gázkazához főtekerni. Hát dehogy, még így. Na hát jó, hát csak ilyenekről fogalmunk sincs. Ha ide főszerelik a falra, főtekerjük, azt ennyi. És akkor 750 forintért vettem egy hőmérőt is, majd nem tudom hova tegyem. Ide fogom tenni. Itt lesz a hőmérő. Nagyon jó. Jó rendezést a szobák elrendezés. De amúgy milyen színű hőmérőt vettél, mert kell ugye, hogy menjen a hútra. Hőmérő eladó, 750 forint, vettem 1000 forinti eladó. Milyen, tényleg milyen színű. Nem tudom, barna, de hát nem mindegy, hogy milyen színű. Hát ne idegesítsél már. Ki akar, ilyen apróságokkal kiborítasz teljesen. Na, szóval ezt szerettük volna nektek bemutatni, a központi fűtés. Hú, nem ott nagyon boldog vagyok, központi fűtés. Jó, a nézőket is biztos idegesíti. Jó, azért, mert nekem ez fontos, hogy meleg legyen a házba, és ugye ez is elengedhetetlen. A cserépkályhát sajnáljuk, de ugye ezt a fűtésrendszert alakítottuk ki a mi kis házunkba. 1 millió forint még, amit ki kell fizetnem. Hónap végén bízunk benne, hogy ez megoldódik, és akkor utána haladhatunk tovább. Hogyha ez kész van, akkor végre jöhetnek a szobák, a festések, a laminált padló, még az lesz egy nagyobb költség, de amúgy, ha ezek megvannak, szerintem akkor beköltözhető állapotba lesz a házunk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek, nagyon örülök neki, hogy így haladunk, és szeretném nektek itt is megköszönni, hogy elérte a csatorna az 500 ezer feliratkozót, és hogy szeretitek és nézitek ezeket a videókat. Bármilyen ötlet, javaslat kommentbe ugyanúgy jöhet, nem hogy csak mi, hanem szerintem a többi néző is tud azoktól tanulni, akik kommentben nagyon hasznos információkat írnak le nekünk. Úgyhogy szép napot kívánok mindenkinek, jók legyetek, köszönjük, hogy megnéztétek, nyomjatok egy lájkot, szép napot, sziasztok!